Jó estét kívánok, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Vásárhelyi Árpád a mi vendégünk, egy cégnek az ügyvezetője, amely maga is érintett abban a témakörben, amiről mi igazából beszélünk, és a Magyar Szállítmányozók Szövetségének az alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Az NGM azt mondja, hogy tudja, hogy hogyan lehet az áfacsalást a közutakon megállítani, azzal a rendszerrel, amit január 1-től bevezetni szándékozik, és amelyik az A ponttól B pontig tartó út során nem veszti el a szállított árut, mert amikor elindul a teherautó, bár arról is tudnak a tartalmáról, és amikor megérkezik, vissza kell jelezni, hogy megérkezett az adott tartalommal a teherautó. Bárhol bármi bibi van, akkor valaki bűnhődik. Ha nagyon bűnhődik, akkor még akár börtön is lehet a vége. Ha kicsit bűnhődik, sokba fog kerülni. Nagyjából jól modellezem, ugye? Azt gondolom, hogy igen. Mi itt a baj? Hát ez mindannyiunk érdekelnek, így kéne lenni. Ez valóban így van, de én azt gondolom, hogy valahol egy állami feladat az, hogy áfát be tudjunk hajtani, és hogyha most nézzük ezt a törvénytervezetet, illetve a törvényt, ami ugye megjelent, illetve azt a tervezetet, ami a napokban került az NGM honlapjára, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy ez egy jelentős adminisztratív terhet jelent a gazdálkodóknak, akik nem az állam része. Úgy sikerült ezt kitalálni, hogy azoknak, akik ebben a folyamatban bármelyik ponton részesek, azoknak kell minden egyes fázist jelezniük az adóhatóság felé? Ezt igazából úgy találták ki, hogy a különböző esetekben, tehát importról, exportról vagy magyarországi belföldi forgalomról van szó, mindig más a kötelezett. Ugye, mert azt mondja a NAV, hogy nem lehet külföldi adóalanyokra megállapítani kötelezettséget, ezért magyarországiakra állapítanak meg kötelezettséget, ami nagyon-nagyon nagy fokú kötelezettség. Egyrészt anyagi, másrészt adminisztratív. De jó, hogy mondja ezt az exportot, importot. Ez nem egészen ugyanúgy néz ki, hogyha itthon van az áru úton, meg hogyha keresztül mondjuk egész Európán. Hát, azt hogyan lehet ellenőrizni, hogy amit Amsterdamban beraktak, majd átrakják Münchenben, majd onnan átkerül Bécsbe, most csak mondok különböző városokat, mit tudom én, hogy így van-e, majd aztán eljön valóban Magyarországra, miközben átrakották, mindenki lejelentette megfelelő módon a NAV-nak, hogy az árut berakotta. Ezt a jogszabály úgy oldotta meg, amit eddig ebből láttunk, hogy ez mind a címzett felelőssége. Tehát a címzettnek kell tudni, hogy hát valóban... Honnan tudja én, hogy mit küldtek nekem, és az úgy jön át határokon, mint ahogy azt küldték? Valóban ez volt az egyik kérdés, amit mi is föltettünk a kormányoldal képviselőinek, hogy vajon honnan tudja. Tehát Magyarországon az áruk 85%-a úgy érkezik be az Európai Unióból, hogy arra a címzett a feladáskor nem tud. Jó esetben akkor tud, amikor a gépjárművel kopogtatnak az ajtón, hogy hölgyem, uram, önnek áruja érkezett. Ha mondjuk, hogyha cégek között zajlik nagyban a tevékenység, akkor azért ez nem egészen így van. De. Hiszen akkor a cégek egymásnak azért jelzik, hogy elindítottam a megrendelt árut, nem? Nem feltétlenül, ugyanis nagy része ezeknek a forgalmaknak éves szerződések alapján úgynevezett szekvenciális szállításokban történnek, vagyis nem tudják a pontos feladás dátumát, azt tudják, hogy van egy éves keret, és az éves keretet folyamatosan szállítják. Tehát ön, akinek most áru érkezik, igen, arra kell, hogy kötelezze a saját partnerét bárhol legyen az a világban, hogy mielőtt feladja az árut, jelentse az áru indulási időpontját, az áru súlyát, azt hiszem, az áru tartalmát és a gépkocsi rendszámát. Hát, hogyha még csak ennyi adatra lenne szükség, akkor azt gondolom, hogy még megúsznánk, és ami sokkal nehézkesebbé teszi a rendszert, hogy 2004. április 30-a óta először Magyarországon újra tarifálni kell mindent. Tehát Magyarország az Európai Uniós belépés után ugye ezt a könnyebbséget élhette meg, hogy azáltal, hogy megszűntek a vámhatárok és az unió tagja lett, ezért nem volt szükséges továbbá az áruk tarifálása, így vámkötelezettség megfizetése sem. Mi történik most? Ezeket az árukat ahhoz, hogy a NAV be tudja azonosítani, le kell minden egyes árut igazából tarifálni kell újra. Tehát ez azt jelenti, hogy nem írhatja be ön az adott mezőbe, hogy alma, hanem oda kell írni a vámtarifa számot is mellé. És hogyha önnek ráadásul bonyolult termékei vannak, ami azt jelenti, hogy akár egy raklapon vagy egy kamionban sokféle árut tesz bele, akkor ez nagyon sok vámtarifa szám. Jó esetben, igen. Rossz esetben hangosan, de igen. Mondta a példát, hogy alma. Igen. Beírom, hogy alma. Mire megérkezik Magyarországra, beírhatom, hogy rohadt alma? Ezt én nem tudom megmondani, mennyi időszak. Mert ugye más lesz az ára, más lesz a súlya, más lesz az áru értéke. Illetve még az is miután lehet... Miután fizetek, vagy mit ellenőriznek? Még az is lehet, hogy ön anyagilag közben tönkre megy, mert ugye önnek, mint címzetnek pont az alma után... Hát a rohadt almával mit kezdek? Le kell 15% garanciát is tenni az áru érték után. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy igazából bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség van, mert ugye a NAV dönti el azt, hogy EKR számot kinek ad egy-egy szállítmányhoz, hanem még arról is szó van, hogy bizonyos termékek esetében, aminek a listája elég vaskos, ezek a termékek igazából utána garancia kötelezettség. A mezőgazdaságban dolgozók azért
bocsánat a kifejezést, hörögnek külön mindenem fölül még, mert lényegében betarthatatlan mindenféle szabály. Tehát ők honnan tudják, hogy mire megérkezik az áru, annak pontosan mennyi az értéke. Hát ezt csak megbecsülni lehet, aztán majd számon kérik rajtuk. Hát illetve, hogyha még van is egy megállapodott érték, ugye azt beírja ő egy rendszerbe, és a kérdés az, hogy ezek, amik üzleti titkokat képeznek, ezek adatvédelem szempontjából nagyon kényes helyzetet állítanak elő. Na most a külföldi cégek mit szólnak ehhez? Nem örülnek, azt mondanám. Na de értik legalább? Vannak, akik már értik, és akik értik, a mi tapasztalatunk szerint ők már felháborodtak. A tapasztalatunk az, hogy az érdekegyeztetés során egyre gyakrabban törelő ez a probléma igazából, hogy vagy nem értik a külföldi vállalatok, vagy pedig teljes mértékben ellenzik. Van bárhol ilyen Európában? Nincs. Tehát akkor ez egy unortodox megoldás, hogy a kedvenc kifejezéseink egyikét használjam. Hát én politikailag nem tudok ebben nyilatkozni, azt tudom, hogy gazdaságilag nem egy szokványos megoldás. Azt mondják, hogy mert ráadásul senki nincs felkészülve arra, hogy ezt bármilyen módon január 1-ével működtesse. Erre Révész Máriusz azt mondja, ugye adott be egy módosítót, hogy majd akkor január 15-ig kapnak laufot arra, hogy nyerjenek egy kis időt. Azt mondja a NAV, hogy ő meg akkor január 31-ig nem büntet. Na de hát most ez fából vaskodik, ha valami nem működőképes, akkor az február 1-én sem lesz működőképes. Én azt gondolom, hogy nagyon jól közelíti meg a kérdést. Pontosan ez a baj, hogy itt nem az a kérdés, hogy mikor vezetjük be, hanem az, hogy hogyan. Azt el tudom képzelni egy kompromisszumként, hogy bizonyos, nagyon szűkkörű termékcsoportokra bevezetünk valamilyen kontrollt. De az, hogy ilyen széleset, ami magyarországi áruforgalmat teljesen megbéníthatja januártól, azt én nem tudom elképzelni. Tulajdonképpen az áfacsalások egyáltalán megállíthatók ezzel? Nem tudom, én megmondom őszintén, nem értek ehhez. Én azt tudom, hogy abban... Itt az lenne a lényeg, hogy tudjuk, hogy merre megy az étolaj, hogy az egyik kedvenc politikai példánkat hozzuk, bár tudom, nem politizál, de hallotta a történetet nyilván már ezerszer. Igen, ami engem kicsit jobban megdöbbent, hogy nem csak arról az étolajról van majd szó, ami Magyarországra érkezik, hanem ami tranzitba is közlekedik, olyan módon, hogy mondjuk egy magyarországi átrakó raktárba kerül lerakásra, majd utána reexportra, akár Romániába vagy Bulgáriába. Ez jobban aggaszt, mert ez magyar... Tehát 1990 óta arról beszélünk, hogy Magyarország legyen logisztikai központ. Magyarország legyen a régió logisztikai központja, ehhez képest most olyan intézkedéseket hozunk, ami pontosan ezzel ellentétben megy. Mi fog történni? El fog minket kerülni a tranzit. Mert azt fogják mondani, hogy nem fogok Magyarországon átrakó raktárat üzemeltetni, ahol foglalkoztattam Y embert, Y mennyiségű bevétellel, hanem azt fogom mondani a jövőben, hogy köszönöm szépen, akkor majd elmegy Szlovákiába, vagy hogy Horvátországba, vagy bármelyik más EU-s országba. Még egy dolog eszembe jutott. Ugye nagyon sok cég nem a saját parkjával, gépjármű parkjával bonyolítja a szállítást, hanem megbíz szállítókat. Így van. Amelyeknek ez a fő profiljuk. Honnan fogom én tudni, mint megbízó, hogy milyen rendszámú autóval hogyan viszik az én árumat? Hát egyrészt kénytelen lesz a szállítójára hagyatkozni, másrésztről meg, hogy a szállítója véletlenül elüt majd egy karaktert a rendszámban, az önnek az áruérték 40%-ig terjedő bírságában. És ha elromlik a kamion valahol a mit tudom, alpesi hegyek között? Akkor megvan a lehetőség, hogy újra belép a rendszerbe és kicseréli a rendszámot. Azt mondják jelen pillanatban a fejlesztők, de itt inkább a veszélyt abban látom, hogyha elütünk, tehát az a vállalat, ahol én dolgozom, annak van naponta 1500 szállítmánya. Ott elütni egy karaktert, az egy teljesen hétköznapi hiba, ez az áruérték 40%-ig terjedő bírságával fenyegethet. Mi van akkor, hogyha több vevő van? Tehát megy egy kamion, lerak valamit itt, lerak valamit ott, kinek kell jelenteni? Hát a címzetnek ugye szállítmányonként és nem autónként követik, tehát nem gépjárművenként követik, hanem szállítmányonként. Magyarul egy LKR szám az egy szállítmányhoz köthető, egy kamionon akár több LKR számú szállítmány is lehet. Mi van a fordított áfás termékekkel? Hát erről még semmit nem tudunk, de kérdeztük. Önök is kérdeztek? Természetesen. Azt érti, hogy miért kell ezt ilyen tempóban? Megmondom őszintén, nem. Azt sem, én magát a rendszert sem értem. Tehát, hogyha, hát az nagy baj. Tehát, de lehet, hogy nem az én dolgom, hogy megértsem, lehet, hogy én csak érek el, hogy hajtsam. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniós szerződés, hogy Magyarország az Európai Unió részévé vált, csatlakozott a római szerződéshez, amiben nagyon egyszerű az első cikknek a harmadik szakasza, ami az áruk szabad forgalmáról beszél. Az azt jelenti, hogy mi is azt gondolom, hogy többek között azért szerettünk volna az Európai Unió tagja lenni, hogy ezek az áruforgalmak, ezek liberalizáltak legyenek, és ezeket szabadon lehessen forgalmazni. Én azt gondolom, hogy ezt többféle módon lehet akadályozni, lehet fizikailag, de lehet adminisztratíve is.
Na, de erre meg azt mondják, hogy az áru szabad áramlását ők nem akadályozzák, ők csak azt szeretnék tudni, hogy oda megy-e, és onnan jön-e, és annyi jön-e, mint amennyit be van írva a papírra. A kérdés az, hogyha egy ilyen adminisztratív import esetén egy ilyen adminisztratív követeléssel fognak fölállni a magyarországi címzettek a külföldi felrakókkal szemben, akkor ők el fogják indítani az áruikat. Indexes újságíró kollégák feltették az NGM-nek a kérdést, hogy miért nem lehet ezt az egészet elnapolni, lévén, hogy mindenki azt mondja, hogy működésképtelen a rendszer. Azt mondták az NGM képviselői, hogy érzik a határidők tarthatatlanságát, de nem áll módjukban elhalasztani a rendszer bevezetését. Állítólag ezt elmondták önöknek is valamilyen egyeztetésen. Így van, több alkalommal is igazából a kormány képviselői említette. De az is kérdőlt, hogy miért nem áll módjukban? Nem. Ki kényszeríti az NGM-et arra, hogy ez január 1-én elinduljon? Nem tudom. Sajnos nem tudok erre válaszolni. Azt tudom, hogy mi ezt többször jeleztük, hogy szeretnénk, hogyha nem csak, hogy ne induljon, tehát hogy nem csak egy halasztást kértünk, hanem igazából rendszer teljes átalakítását. A kérdéseikre kapnak valakitől választ? Kapunk választ, tehát egyeztető, tehát munkacsoport létezik, ott föltettük a kérdéseinket, nem mindenre kaptunk választ, azt ígérte a kormány képviselő, illetve a NAV képviselő, hogy azért ez erre válasz fog születni. Születni fog egy zöld szám, weblapon lehet majd kérdéseket föltenni, illetve akár e-mailben is. De azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Az lehetséges? Szélsőséges esetben, hogyha semmit nem értenek, semmit nem látnak át januárban, akkor mondjuk február 1-ével megállnak a fuvarozók, mondani, majd akkor megyünk, ha tudjuk, hogy hova megyünk és miért megyünk? Egyrészt, másrésztől... Ez benne van a pakliban? Én azt gondolom, hogy igen. És azért van benne, mert nem csak az, hogy hova és miért, hanem az, hogy milyen felelősség terhel engem, ha nem jól csinálom. Ez se világos a mai napig. Tehát az, hogy egy fuvarozó, ő a kamionját a rendelkezésre bocsátja, hogyan lehet őt valamilyen módon mentesíteni azokkal a terhek alól, amihez az áfacsoláshoz neki semmi köze. Nem ő ad, nem ő vesz. Hát az NGM hivatalos álláspontja szerint büntetőeljárás indul, hogyha nem stimmel valami az áruval. Valóban, ez viszonylag egyszerű válasz. A kérdés az az, hogy ki ellen indul büntető eljárás. Én ennél sokkal egyszerűbben közelíteném meg, mi történik, ha lefoglalják a kamionját. Mi van az, hogy az a napi, amivel ő a napi kenyerét keresi, mert egy egyautós kisvállalkozó, magyar kisvállalkozó az egy szem kamionjával, őt megállítják a kamionját, és azt mondják, hogy itt most akkor nem tovább, amíg nem tisztáztuk ennek az árunak az eredetét, a feladóját, a lerakóját és az összes többi adatát. Ki fizeti ezt meg, ki fogja ezért kompenzálni őket? Jó kérdések, bő két héttel az új év előtt, akkor tőle ez érvényes ez a rendszer. Ez így van. Meglátjuk, hogy addig születnek-e válaszok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.